Sziasztok, jó estét! Ez itt a Karant Mi, a Veresegy Színház heti két alkalommal jelentkező online beszélgetés műsora. És ahogy szoktam ezt csinálni, a beszélgetések elején mindig mondok néhány ilyen szolgálti közleményt, így lesz ez most is. Hát az egyik az az, hogy bizonyára tudjátok, hogy a bérlethányadoknak a 86%-át úgy döntöttetek, hogy itt hagyjátok nálunk, és ezt nagyon szépen köszönjük, mert szoktuk mondani azt, hogy nincsenek szavak, és ebből létrehoztunk egy 3 millió forintos szolidaritási alapot, amelyet a munkatársaink között fogunk majd szétosztani rászorultsági alapon. Ez az egyik hír, aminek ugye tényleg nagyon örülünk. Sokan kérdezitek azt, hogy akik viszont kérték vissza a jegyek és a bérletek árát, hogy mikor lesznek a visszautalások. A jegyeket az Interticket fogja visszautalni, ők azt vállalták, hogy ugye április 30-a volt a határidő, hogy egy hónapon belül fogja visszautalni, nem is az Interticket, hanem az OTP, tehát május végéig fogjátok megkapni. És mi pedig a bérlethányadót azt vállaltuk, hogy május közepéig igyekszünk visszautalni, és igyekszünk ebbe az időbe beleférni. Nagyon fontos hír az, hogy holnap este lesz egy újabb közvetítés, egy archív felvételnek a közvetítése. Bizonyára már sokan várjátok, ez a Szép estét Mr. Green című előadás Székely József és Pár Tamás főszereplésével. Ez egy 2017-es felvétel. Hát tulajdonképpen a premiernek a felvételét láthatjátok holnap este 7 óra 7 perctől, egészen vasárnap éjfélig, és utána viszont többet nem elérhető ez a felvétel, úgyhogy aki kíváncsi lesz, feltétlenül nézze meg, lesz rá 29 órája. Sokan kérdezitek, hogy mi van a Mézesföldi nyárra, még mindig azt mondom, hogy türelmet kérünk, hiszen várjuk a kormánynak az állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy engedélyezik-e a nyári színházi előadásokat. Most vannak hírek, hogy minthogyha puhulna az az elképzelés, hogy augusztus 15-ig semmiféle rendezvényt nem engedélyeznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy néhány héten belül erre választ kapunk, hogyha május végéig nem fogjuk tudni ezt, akkor fogjuk azt mondani, hogy nem lesz Mézesföldi nyár, de hogyha igen, akkor már konkrét elképzeléseink vannak, és hát reméljük, hogy ezek az elképzelések a tiétekkel is fognak találkozni, mint ahogy remélem, hogy az az elképzelés, hogy akit én ma este hívtam ide vendégnek, az ő személye a ti ízlésetekkel és kedvelésetekkel és elképzelésetekkel is találkozik, hiszen nem más ő, mint egy színésznő, és azt olvastam, tehát egy furcsa dolgot olvastam róla, mert azt írja a Wikipedia, egy színésznő és komika. Nem mint, hogyha kettő, hogy mondjam, nem lenne egymás alá tartozó hierarchikus fogalom, de hát ő műsorvezető, reklámokból ismerhetitek, ő tanár, és a Karinti Színháznak négyszeres közönségdíjasa, ahol 17 éve tag, és hát hála jó Istennek, most már 2 éve nálunk is. Balázs Andrea, szia! Szép jó estét kívánok mindenkinek, minden kedves nézőnek és oldalkövetőnek, és 18 éve vagyok a Karintiban, de köszönöm, hogy fiatalítottál. 17-et mondtam? Hát a 18. éve vagy, igen, 2003 óta, így van. Így van. Na mit szólsz egyébként ez a 86%-hoz, hogy ennyien úgy döntöttek a bérleteseink közül, hogy inkább ezt most nem kérik vissza? A reakcióm erre a következő volt, ami mindjárt is lesz. Én nagyon érzékeny vagyok, szuper hiperszenzitív, és amikor te megírtad ezt nekünk a mi kis csoportunkban, ahol egymást lelkét simogatjuk nap, mint nap, hogy életben maradjunk ebben a helyzetben, és megírtad, akkor én elpityeredtem. És most is elfogok, mert szerintem ez egy nagyon jó dolog, meg nagy dolog, hogy szeretnek minket. Jól kezdődik a beszélgetés, mi hogy bővök. Jó, és mindjárt én is elpityeredem, mert igen, hát hogy azt tudjuk, hogy nekünk nagyon remek közönségünk van, és egyébként nem számháború ez, de azért azt vártuk, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy így fognak minket támogatni.
Na de hát ez a mennyiségű... Ez elképesztő volt. Ez egy olyan fajta összefogás, amiért én mindig folyamatosan ezt mondom minden fórumon, ha megkérdeznek engem a Veresegy Színházról, hogy ez az a szeretett színház, ahol jó tartozni. És ezért is. És nem csak azért, mert mi úgy működünk, ahogy működünk, és olyan művészeti produkciókat hozunk létre nagy szeretetben, ami tényleg megállja a helyét, hanem azért, mert van egy olyan támogató közeg és egy olyan közönség, hogy annyira sokan, olyan jó érzés volt most ebben az évadban, és még volt évad, hogy pár veresegyházi kedves néző ellátogatott engem megnézni a Karintiban, na, mert látott Veresegy Színházban, és azt mondta, hogy beutazom, megnézem az Andit ott is, és az a karintisokat, pedig ugyanúgy kérem mindig, hogy jöjjenek a Veresegy Színházba. Tehát, hogy ez egy ilyen, mert most már egy ilyen átjárkálás van a két színház között. Egyébként ezt a nevet, hogy szeretett színház, ezt te adtad, azt tudod. Igen. De hát van... azért, mert a... Igen? Igen, hogy azért ennek van egy, én ezt imádom, meg nagyon, tényleg nagyon szeretjük, meg egyet is értünk vele, hiszen ismerik a tartalmát, de azért van ennek egy olyan értelmezése, hogy persze ott szeretik egymást, aztán bohóckodnak, de hát igazából... Az én értelmezésemben a szeretett színház kifejezés azt jelenti a Veresegy Színház szempontjából, hogy olyan helyzetben, amikor én oda kerültem hozzátok, és zenés darabot próbáltunk kettő helyen, hol az egyik helyen, hol a másik helyen, sőt, három helyen egyszerre, két szereposztással, táncolva, énekelve, koreográfiával, rendezővel, télen, mínusz 25 fokba térdig érő hóba is, olyan szeretet vett körül minket mindenfelől, és nem csak a ti vezetőségetek, vagy akármi felől, bármelyik boltba beléptünk, hogy egyszerűen az úgy jött létre, a csoportterápia darabról beszélek, hogy az úgy jött létre, hogy a legnehezebb helyzetben is a szeretet győzött. És az nem azt jelenti, hogy ez ettől egy ilyen bohóckodó előadások születnek. Mert a Tóték is, ami egy borzasztóan nehéz előadás, és azért őrként játszani bárhol, bármikor egy nagyon nagy megtiszteltetés, tehát még ez is rányomja a bélyegét. Nagy elődeink voltak benne, és vannak a mai napig, hála Istennek, akikre úgy nézünk, hogy te jó Isten, tehát jó nagy súly. És így is szeretetben és született meg ez a színház, és szerintem bárhol megállja az is a helyét. Tehát a szeretet színház az én olvasatomban az, hogy bárkihez fordulhatok, de még a városon belül is. Igen, nem fogok ezzel vitatkozni, úgyhogy ezt köszönjük szépen, ezt a keresztséget. Andi, te azért egy ideje, és majd erre is kitérünk, te egy ideje, hogy mondjam, így tényleg nagyon szem előtt vagy, és az lenne a kérdésem, és mindig elmondom a kedves nézőknek, hogy nem vagyok egy Weiszer Alinda, és ne várjanak tőlem újságírói kérdések, hogy szépen az egyik kérdést, a válaszokat, hogy ne bicsenjem, mert ez nem az, ez egy beszélgetés barátaimmal, kollégáinkkal. Hogy te egyébként az, hogy a sajtó folyamatosan odafigyel rád, ezt te hogy viseled? Ez egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a mostani beszélgetést is nézik. Hát, ha elcsípnek valami olyasmit a Balázs Anditól, amit majd meg lehet kérdezni, és akkor ebből is lehet valami jó kis bulváros vagy nem bulváros cikket csinálni. Tehát, hogy viseled, hogy kontrollálod magadat, vagy egyszerűen maradtál az, aki voltál? Én nem változtatom semmit magamon, nem változtatom meg, vagy nem válogatom meg a szavaimat, meg nincsenek ilyen dolgok az én életemben. Valószínűleg azért is maradtam így érdekes, mert mindig van, tehát hogy mivel belem született egy nagyon erős kíváncsiság minden dolog felé, ezért nekem mindenről véleményem van, azt apukám szokta is mondani, hogy hát a vélemény az kialakul, az biztos, hogy nálam hatalmas mindenről. És szerintem ezért maradtam érdekes. A másik pedig, hogy én úgy kommunikálok mindig kifele, ahogy vagyok. Tehát én nem hamiskodok, vagy nem tudom. Tehát, hogy tehát nem csinálom ezt, hogy én mondjuk tényleg az Instagram oldalamról tudok elsősorban beszélni, hogy 55 ezeren, mindjárt 55 ezeren követnek engem napi szinten. És azt tudja megmondani, aki ott van, vagy onnan jött, és most esetleg itt is nézi, biztos legyek benne, hogy bólogat, hogy én oda feljelentkezem úgy, hogy egy kócos tincs lóg a hajamból, és egy pici nyál ide van
fáradva reggel, egy kávésbögrével, és elmondom, hogy a nap gyönyörű lesz a nap, tartsatok ki, mint ahogy előadás előtt gyönyörűen kikerázva, berúzsozva a mikroportommal csücsörítek. Tehát ő minden megtalálható, és szerintem ezt látják az újságírók is, hogy ezek az oldalak, hogy én azért így nem rejtem sem véka alá az életemet, meg sem nem játszom ezt így meg magam. Igen, de tudod, hogy van ez, hogy én azért vallom, jó ideje vallom azt, hogy én azért nem szoktam hazudni, mert nem jó a memóriám. Tehát, hogy nem ezért szoktam nem hazudni, hanem azért, mert anyukám meg apukámtól ezt tanultam, de egyébként, ha belegondolsz, hogy nem jó a memóriád, tehát hogy az sokkal melósabb, hogy hamisságokat állítsál magadról. Mert hát az tettenérhető, a mostani az internet világában mi nem tettenérhető? Tehát, hogy abban a pillanatban. Én nem tudnék úgy létezni, hogy nekem meg kéne, hogy viselkednem kellene. Hát eleve nem tudok viselkedni, ha 41 éve. Tehát, hogy én egy 3 éves gyerek szintjén vagyok viselkedésben, miközben szerintem tudok koncentrálni egy darabig, de aztán feladom, és a környezetem is. De hogy én nem is lennék valószínűleg rá képes, hogy ennyire. Van persze természetesen az életemnek olyan dolog, vagy olyan része, amiről esetleg nem szívesen beszélek, de ez nem azért, mert az egy nagyon nagy titok, hanem szerint nem azért, mert nem tartozik másra ezeket az őrültségeket, én ezt nem. Tehát, hogy én szívesen beszélek a fájdalmaimról, az örömeimről, a kétségeimről, a bánatomról, a küzdelmeimről, mert azt gondolom, hogy én is pont abból szoktam tanulni, hogyha valakinek látom, hogy neki hogy sikerülnek esetleges dolgai. Igen, csak engem igazán az érdekel, hogy te azért olyan vagy, és ismerünk néhány ilyen embert, hogy akin megnyomnak egy gombot, és elkezd beszélni. Tehát, hogyha én most azt csinálnám, hogy akkor Andi, akkor itt van, mit tudom én, 8-ig tart ez a műsor, hogy 7:30, hogy bármeddig, akkor gyakorlatilag ezt te meg tudnád csinálni. Viszont, hogy így ömlik belőled a szó, és ömlik belőled a vélemény, és ezek azért nagyon sarkalatos, vagy nem sarkalatos, markás vélemények, hogy sosincs az, hogy egy mondatod elmegy abba az irányba, amit lehet, hogy nem így kellett volna mondani, de és akkor utána magyarázkodni kell? Mert ez ugye ennek megvan a veszélye, hogyha az ember folyamatosan dumál. Hogyha véletlenül ilyen történne velem, akkor nekem 3 éve van egy csodálatos sajtósom, Györfi Forgács Beáta, aki ilyenkor elkap engem, és azt mondja, hogy azt nem mondjuk, vagy azt, hogyha egy interjút is elküldik mindig, akkor az nincs benne. Van ilyen, de én, hogyha beszélgetek valakivel, én pontosan úgy beszélgetek vele, mint hogyha itt ülne a szobában. És ezt most értsd úgy, hogy például előadás végén, ha oda jönnek hozzám, tudod, hányszor volt csoportterápia után is, hogy jöttek oda, akármelyik városba voltunk, akkor mindig azt mondták, ó, te pont olyan vagy, mint, ó, te teljesen olyan vagy, mint az Instagramon, vagy a Facebookon, hát mondom, persze, hogy olyan vagyok, de te teljesen olyan vagy, hát mondtam, én teljesen ilyen vagyok. Hát volt az egyik csoportterápia után, egy üveg lecsót kaptam valakitől ajándékban, nem vicc, nem is tudom, hogy egy lecsót, komolyan, mert tudta, olvasta valami cikkbe, hogy én szerettem a lecsót, és minden nyáron lecsóba fürdünk, kb. Annyira sokat főzök belőle, és megjegyezte, és hozta a lecsót, és azt mondta, hogy azért hozza, ez egy idősebb hölgy volt, ez azért hozza, mert azt tudja, hogy én olyan vagyok, mint ott. Majd erre a lecsóra visszatérünk, mert az, amíg adós vagy, mert igen, volt hát, szó egy lecsó partiról, aztán... Én most is tartanám, hidd el szívesen. Közbe jött ez a vírus. A nézőknek elmondom, hogy meglettünk hívva így. Ugye? Meglettünk hívva így. Testületileg, intézményesen egy nagy lecsó partira. És ezt... Ezt még mindenféleképpen be fogjuk pótolni. Erről pedig ezt tényleg meg tudom erősíteni, hogy egyébként, és ez is valami egészen különleges dolog, de hogyha dögfáradtan vidéken este 9:30-kor, mondjuk egy csoportterápia után az első másodperctől kezdve az utolsó pillanatig benn vagy színpadon, és jönnek a rajongók, és ide egy selfie, oda egy aláírás. Én még nem láttam azt rajtad, és nem láttam bent az öltözőben, amikor beszóltam, hogy Andi, vannak kint, várnak, hogy a csába már most megint ki kell menni, hanem oké, szólj nekik, hogy 3 perc, és ott vagyok. Hogy ez hogy honnan ez a sok energia? Nem energia kérdése, én szeretem az embereket, nagyon szeretem az embereket. Jó, hát nincs olyan, aki azt mondja, hogy utálom az embereket.
Van olyan, hidd el nekem. És nekem van olyan napom, amikor utálom az embereket, de mondjuk 360 napon át szeretem őket, és 5 napig utálom. És ez olyan, mint amit meséltem nektek valamelyik nap, hogy Facebook és Instagram böjtöt kell tartani, amikor egy napig nem foglalkozol semmilyen social media felülettel. Kitisztulsz, ez olyan, mint a böjtöltél van, és kezdődik az egész mérgezés előről. Én úgy ebben hiszek. Én az embereket alapvetően szeretem, én nyitott vagyok feléjük. Engem nagyon sokan megkeresnek mindenféle felületeken. És most Veres Egyházról is van egy csodálatos rajongóm, aki mindig minden nap ír nekem, és amikor megyek játszani, akkor angyalkának hív engem, és mindig kapok tőle egy angyalt. Fantasztikus. Tehát, hogy te komolyan. Tehát jelen? Nekem ilyen rajongóim. Igen. És mindig megvár, és mindig ott van. Na, de nem az a lényeg, hanem az, hogy én alapvetően érdeklődöm az emberek felé. Én szeretem meghallgatni, hogy vele mi van. És komolyan. Tehát én nem a sablonos hogy vagy vagyok, hanem a hogy vagy, mondd el. És akkor látom, hogy zavarba jönnek tőle az emberek, hogy engem tényleg érdekel. Mert engem például ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, baromira, majdnem csúnyát mondtam, de nem akarom, letoljom, hogy egyébként a nagyvilágban mi van, most az érdekel, hogy a barátaimmal, a kollégáimmal, a családommal, a szerelmemmel, hogy vagy. És ez a legfontosabb. Hogy vagy te? Te hogy érzed magad? Mert lehet, hogy te elmondod, hogy hogy vagy, én elmondom, hogy hogy vagyok, és ebből kialakul egy ilyen lehetőség arra, hogy ne szorongjunk annyira ettől az egésztől. És én mivel szeretem az embereket ezért, és naívan állok neki mindennek, sajnos az az egy hibám van, hogy én eléggé gyorsan naívvá válok, azt felismerem. Amikor meg már felismerem, akkor szépen intézem az ügyeket. Én szerintem az nem magamból indulok ki, hogyha naív az ember, vagy hogyha idealista, mert hogyha megtalálja a helyét, ahol érdemes idealistának lenni, meg azt a közeget, akkor abból csak jó jöhet ki. Most nem tudom, hogy miért valami reklámban hallottam, a La Mancha lovagja, itt van a fülemben. És ugye az idealizmusról szól. De ott tartottunk, hogy honnan ez a sok energia? Tehát te egy profi influencer vagy, most mondtad, hogy 55 ezer Insta követőd van, de hát ezt nem... De én nem vagyok profi influencer, ezt csak ezt mondom. Csinálod, akkor mi a lófitnek? Azért, mert ott is megismertem már legalább 1000 olyan embert, aki eljön engem megnézni a színházba, akit megölelhetek, akiről tudom, hogy éppen kisbabát vár, aki éppen házat épít, aki értetett, hogy ők is segítenek nekem a mindennapokban úgy, ahogy én rajtuk. Én azzal tudok segíteni, hogy a számomra vicces dolgokat, és ez Isten engem megáldott egy fantasztikusan hasznos humorérzékkel, ezt így mondom, hogy hasznos, mert valóban hasznos az életemben, és én megosztom velük az én hülyeségeimet, amin tényleg ordítva röhögök, és azt kapom cserébe, hogy azt mondják, hogy Andika, itt vagyok, szeretlek, nagyon sokat nevettem. Vagy van egy munkaközösség, akinek minden nap küldök valamit, nagyon imádom őket, hatan vannak, együtt dolgoznak, és minden ebédszünetben engem néznek az Instagramon. Ezért én mindig küldök nekik egy hülyeséget minden nap, hogy ezt a karantént valahogy kibírják. És például így vagyunk mi együtt. És így én nem tartom magam influencernek, mert az influencernek az a lényege, ugye, hogy ő véleményt alkot dolgokról, és esetleg azáltal azt a terméket, vagy azt a dolgot, azt ő így tudja promotálni. Uh-huh. Most én tiszta hülye vagyok, én alkalmatlan vagyok, mert nekem a fejemre van írva. Én vezettem ugye egy hétig a FM3 kaféban, voltam vendégműsorvezető, nagyon jó érzés volt, 5 napon át, élőbe, minden nap, 2,5 órán át, tök klappolni, élő, tényleg nagyon nehéz volt. Harmadik napon szerdán felhívtam az apukámat, megkérdeztem, milyen volt, és azt mondta apukám, hogy Tücsök, nagyon jó voltál, de minden látszik a fejeden. Minden látszik a fejeden. Tehát én nagyon rossz influencer lennék, ha nekem azt mondanák, hogy ó, itt ez az üdítő. Fú, de finom! Én ezt nem bírnám, hogy ez nagyon jó. Hanem azt mondanám, hogy te jó Isten, mi ez a rettenetes borzasztóság? Tehát én nem vagyok alkalmas arra, hogy érted? Tehát, hogy én nem is szoktam ilyen dolgokat vállalni. Nagyon sok megkeresésem van ezzel kapcsolatban. Ilyen bigyó, olyan izé, ilyen étel, olyan ital, minden. Barátoknak, barátok cége azt mondja, hogy Andika, légy szíves, egyél ebből a lekvárból, ha finom mondjad meg az Instán, az oké. Az rendben van, az nem pénz, az nem reklám, az ilyesmi. Abba boldogan. De én arra használom az oldalaimat, itt a Facebookon is, vagy akár az Instagramon is, hogy én ott jól érezzem magam, és egy játszóteret csináltam az én Instagramomból szerintem. Pedig pénzt is kereshetnél, biztos vele. Biztos, hogy kereshetnék, csak nem esne jól. Akkor inkább nem. Uh-huh. Mert akkor azt kellene csinálnom, tudod, hogy... és az nem. Azt nem tudom. Ez tök jó, és az a jó hír, hogy
egy hete, vagy egy hete, kb. 2 hete becsatlakozott Andi is a mi Instagram Team, én úgy neveztem el, láttam Instagram Insta teamben, Team. az Instagram kommunikációban, abban elég hülyék vagyunk, őszintén megmondom, mert... Hát azért egy színháznak nehéz kommunikálnia mindenképpen az Instagramon, más felület, mint a Facebook. Igen, de fontos. De megtaláltam azokat a kis utakat, ahol lehet. Igen, és ezt nagyon szépen köszönjük, egyébként nem csak te, hanem Pál Tomi is besegít ebben, meg hát még nagyon sokan mások. Andi, nem beszéltük meg előre, és lehet, hogy nem fogsz örülni, de nem érdekel. De mindenféleképpen, mindenféleképpen ki fogok erre térni, mert szerintem kíváncsiak rá. Erzsébetről lesz. Igen, igen, de nyilvánvalóan... Jó, szívesen beszélek Erzsébetről. Nyilvánvalóan én megpróbálok más tekintetben közelíteni ez a hölgyhöz. Kasszás Erzséről van szó, hogy megpróbálok szakmailag kitérni, illetve úgy, hogy ugye szegény Karinti Marci, aki neked pótapád volt, ezt ugye el lehet mondani. Igen. Mit szóltak hozzá, amikor megtudta, vagy hogy te ezt elvállaltad, vagy mit, nem is azt, hogy elvállaltad, vagy amikor kiderült, hogy ez milyen furcsa fénytörésbe fogja a te figurádat a színpadon helyezni? Elmondom, hogy hogy van. Ő nem akkor tudta meg, amikor én elvállaltam, hanem én felhívtam őt, hogy elvállaljam. Aha. Tehát, hogy ez így fordítva volt. Én megkértem, felhívtam az én hozzám közel álló, szakmailag nagyra becsült színész és rendező barátaimat, felhívtam, megkérdeztem, hogy van egy lehetőség, hogy én vagyok egy reklámnak az abszolút főszereplője, és valószínűleg botrány lesz belőle, mert szerintem én már megéreztem a kis, én, aki internet és televízió felhasználó vagyok, tudom, mi az, ami kiüti a biztosítékot. Mondtam, hogy én ebbe beleállok, de megkérdezek mindenkit, és én felhívtam a Marcit, felhívtam mindenkit, a Verebes Pistát, az világot, akikkel én dolgoztam, akiknek adott tényleg a szavára, na most 10-ből 10 azt mondta, hogy hülye lennél, ha nem vállalnál, de mert mire vársz? Ugyanis a következő történt. Addigra voltam már egy 3-szoros közönségdíjas a Karinti Színházban, abban a 3 évben minden évben Kasszás Attila díjra voltam jelölve, és mind a 3-szor Jászai Mari díjra voltam jelölve. Tehát, hogy ott tartottam az én pályámban, hogy kellett valami, amitől a Balázs Andi kifele is megszületik, nem csak a színházba járó közönségnél marad. Ugye szokták mondani ezt, hogy nekem van egy teóriám erről, amit mindig szeretek elmondani, mert nagyon így gondolom, hogy például, hogyha én nem 41 éves vagyok most, hanem 71, akkor pont lett volna lehetőségem abban az koromban, amikor elvállaltam ezt a reklámot, 30 évvel ezelőtt, fantasztikus tévéjátékokban, színházi előadásokban, sorozatokban, színészeket foglalkoztató showműsorokban, szórakoztató műsorokban fellépni, azáltal ismerté válni, és nívós műsorokban profitálni. Most, amikor én ezt 3 éve elvállaltam, azt tessék úgy elképzelni, hogy akkor még barátok közt és jóban rosszban kívül nem forgott magyar normális sorozat, úgymond, ami olyan volt, ami foglalkoztatott volna esetleg engem, vagy nem egy ilyen más, egy közeget foglalkoztatott volna. És ezért nekem volt kérdés, hogy ebből belevágok, de igenis végigkérdeztem mindenkit, mert úgy voltam vele, ha csak egy mondja azt, hogy nem, akkor is végig fogjuk gondolni, hogy esetleg miért, ha igen. És én végig kérdeztem, és a Karinti Marci azt például annyira nevetett ezen az egészen, hogy nem tudod elképzelni. A kedvencem az volt, hogy a Superinfo is írt rólam egy cikket, amikor Kasszás Erzsi voltam. És a Marci jött be röhögve a színházba, és mutatta, hogy erre fogják majd a szomszédban a lakodalában pucolni a krumplit, hogy én az első képen ott, mert az ingyenes lap, az betobálják. Volt egy ilyen. Egészen biztos, hogy így is volt. Biztos, hogy rá is pucolták. Biztos, hogy így volt, persze. Marcinak nagyon áldott Isten áldja meg, a csodálatos humora volt neki is természetesen, és voltunk nem a Kasszás Erzsi időben egy riporton, ahol őt is megkérték, mint mentoromat, hogy jöjjön. Hát a Marci az ott végig. Hát elmondta, hogy a Kasszás Erzsi szelleme, mint egy bárd lógott a fejem fölött körülbelül 1 percig, amíg meg nem szólaltam a színpadon. És ez így volt. Tehát aki a színházban mindig kérdezték, hogy nem szólnak fel? Mondom, ki? A felnőtt? Hát miért szólnak fel? Hát én sem mondom, hogy jön egy színész, hogy ez elvált, hallod? Ez elvált. Most olvastam a Bors magazinban. Hát az ember nem csinál ilyet. Szóval nekem ebből annyi, hogy például az ifjúsági előadásokon
a Szent Péter esernyője, amit 8 évig játszottam, töretlen sikerrel, Adamic Ilonka a Karinti Színházba, csak leadtam, mert már kiöregettem a eladósodban lévő kislány szerepőből. Például egyszer csak Lonka kitört a fényre, nem vicc, tehát olyan volt ő 8 évig, hogy így utolj elsőnek hajoltam meg itt epizódist, és így tapsoltak a gyerekek. És mikor jött a főszereplő, elájult a Kasztás Erzsi után, fordítva volt. Szétszertek, elájultak, hogy úristen, ott van, fantasztikus. És a többiek a mai napig nem fogom elfelejteni, hogy 18-an vagyok a darabban, és 17 emberre rámézett mindig, hogy ez igen, ezt megcsináltad, hogy Lonka 12 mondatos szerepből főszerepet csinál Kasztás Erzsi által. Hát igen, az élet az egyetlen, meg igazságtalan, de nyilván azt gondolom, hogy azért olyan előadásokban kell játszani, hogy tényleg egy perc után meg olyan olyat kell alakítani. Hát természetesen így van. Ez pontosan így van. Na jó. Elmeséled az utadat a Veresegy Színházba? Az utamat? Hogy kerültem hozzá? Aha. Hát először is mi már kacérkodtunk egymással, kacsingattunk egymásra, nem tudom. Hát ugye a legtöbb barátom elkezdett nálatok játszani, amitől engem megevett a sárga irítség, és akkor mindenféle, először is Dósa Matyi, aki évszázados barátom, aki ma ott játszott nálatok, mert szóval még figyelemmel követtem ezt a dolgot, és elkezdtük egymást ugye kerülgetni, és te engem nyáron hívtál fel, hogy lesz a csoportterápia januárban. De hogy miattam, mivel hogy ráérjek biztos, valami időpontokat is elkezdtetek ott húzogatni, hogy biztos, hogy be tudjuk mutatni, hogy el tudja kezelőletek próbálni. Az biztos, hogy körülbelül olyan vágyálom volt nálatok játszani, mint eljutni Las Vegasba, de most ez komolyan, mert annyira sok barátom játszott már ott, hogy tudod, és mindenki úgy nyilatkozott mindig, hogy ó, de szeretem, ó, de jó, és mondom, van még olyan, mint a Karinti, és most nem... Emlékszel, hogy kimásoltam neked egy riportomból egy részletet, amiben ezt mondtam el. Igen, hogy soha igen. Nem hittem volna, mióta élek és színházban dolgozom, hogy a Karinti Színház mellett létezhet egy olyan színház, ahol én olyan felszabadultan önmagamat szeretve, környezetemet szeretve tudok alkotni színműveket, mint a Karinti, hogy létezik ilyen, és létezik. Úgy hívják, hogy Veresegy Színház, és én megismerkedtem vele 2 éve lassan. És én erre büszke vagyok, hogy egy jaj, sarágyas, tudom, arra vagyok büszke, hogy benne vagyok a csoportterápiában. Ezt is elmondtam egyszer egy újságírónak. Én annak vagyok büszke, hogy visszahívtál egy következő szerepre, mert az a nagy dolog, nem az, hogy oda bekerül az ember, hanem amikor visszakerül. Karinti Marcinak volt egy fantasztikus mondása, minden egyes olvasópróbán 18 év alatt, én 45 bemutatón volt van a Karintiba, vagy volt, és a következőt mondta. A Karinti Színházban kétfajta színész létezik. Egy, aki játszott már itt, egy, aki soha nem fog. És ez tényleg így van, a Karinti is egy ilyen nagy befogadó hely. És hát az a nagy dolog, amikor engem visszahívtál, hogy a Tótékba játszak. Mert akkor az azt jelenti, hogy nem voltam rossz. Igen, és hát az egy teljesen másik karakter. Igen, az egy másik Balázs Andi, az biztos. Igen, de egyébként ez így nem igaz, ahogy elmondtad, mert ez nem úgy volt, hogy nyárra hívtalak fel, hogy majd januárban lesz bemutató, hanem én már felhívtalak 5 éve nyáron, vagy 4 éve nyáron, igen. Vagy 3 éve nyáron. És mindig, hát azért van, kacérkodtunk egymással, te hívogattál, én mondtam, ne hívj nekem, párról, de te hívogattál. És aztán... Tudom, hogy nekem is. Igen, nekem is, de próbáljuk meg. De beteljük, azért imádják egymást, ez a lényeg. És egyszer csak tényleg így volt, és annyira örülök, hogy annyira szorított a párt, ami meg a Matyi, emlékszem, hogy így, hogy jaj, csak az időpont jó legyen, tudod, akkor már jött a csoportterápia, hogy bemutatni a csoportterápiát. Nagy izgalom volt. Igen, de azt is elmondom, hogy talán a csoportterápiánál még... Csoportterápiánál is? Hogy te már ott már pakolgattál, tehát ott már ott rendezgettél a Karintiban, illetve hát nem azt, hogy rendezgettél, hanem próbáltad intézni, hogy úgy legyen az ottani bemutatód, vagy lehet, hogy ez már a Tótéknál volt, de ezt tudom, nem, ez még a csoportterápia. Igen, hogy te úgy kérted, hogy nálunk játszhass. És az első olyan, mint az első hely volt, amire így borított rá mindenki a Karintiba. Jó, menjél. Tehát nem az volt, hogy igen, és akkor hány előadásod, az úristen, hanem ilyen tudod. Tehát, hogy
Marcinak is számára is fontos volt, hogy én olyan eltérő, hiszen ő mindenhol megnézett. És most ezt érzem úgy, hogy elmentem játszani másik színházba egy előadást, akkor ő ott ült és megnézte, hogy az ő kis csemetéje az hova kerül és milyen közegben van. És mennyit nevetett rajtam, hogy a József Attila színházba úgy hívtak engem, hogy a kis Karint is, mert hogy állandóan ezt mondtam, hogy az, a Karintiban nálunk az úgy szokott lenni, és akkor tudod, állandóan. Nálunk a Karintiban egyébként, ezt nálunk is csinálom mindig, hogy nálunk a Karintiban az úgy, a Karint, és ezért a kis Karint is. Őszintén szóval nem találkoztam még olyan színésszel, aki azt mondta, hogy oké, okay, akkor én viszont úgy fogom csinálni, hogy akkor ne játszok, hanem mondjuk igen, hát nem is nagyon volt olyan színésszel dolgom, aki így bele tudott szólni a saját színháza életében, mint ahol, ahogy te, mert hát te azért egyfajta intézmény voltál a Karinti, hogy vagy a Karintiban. Ott nőttem föl, tehát hogy az ottani embereknek pont szoktam mondani, hogy most gondold el, akinek bérlete van 20 éve, az engem látott hölgy kettőben, lány, négy, nő, anyuka, és egészen addig, hogy Margarita asszony, vagy Tortúra, vagy akármelyik nagy szerepem, most tök mindegy. De hogy onnan kezdve, hogy bementem, hogy nem akár kajolom a tapsodatba, csak egyszer tudod, hogy azon mehetem. Tehát, hogy annyira kicsi volt a szerep, hogy ha jársmész, már öltöztem, én otthon voltam, és még a többiek akkor hajlottak kb. Úgyhogy igen, engem ott láttak fenn, és nagyon sokszor, amikor úgy megy, hogy előadást nézni, hogy olyan előadást, amit premiért, hogy nem vagyok benne, és csak elmegyek megnézni a kollégákat, akkor az előtérben egy ilyen, Andika, hogy így a közönség, ahogy így felfeded újra, hogy jó, de rég láttunk Andika, mert hát ők látták az én kis potlásaimat, a kis nyomorúságaimat, ahogy én ott halálba izgulva szakadva a víz egy-egy mondat miatt. Nagyon fontos nekem a Karinti Színház az életemben. Igen. Hát, és hát jövőre azért reméljük, hogy akkor, amikor mi szeretnénk október végén, azért lesz egy Acia Magnóliák, amiben majd láthat a Veresegyházi közönség. És ennek az Acia Magnóliáknak az a különlegesség az én életemben, és ez is olyan, mint a tóték. Ugye a tóték is úgy jött az értem, hogy 20 évvel ezelőtt abból érettség, hiszen amit én nem tudtam a tótékról, az nincs, tehát a filmet kívülről, a darabot, a könyvet, az embert, az őrkényt, a mindent, és nekem mind a tóték múlva játszom, mert ez is egy ajándék. Az Acia Magnóliákat 7 évet játszottam, több száz előadást játszottam belőle, és Annel Dupuy de Soto voltam, a fodrász segéd, aki által bemutatnak mindenkit a darabba, és képzeld el, hogy nem kellett súgó egy idő után, mert megtanultam mindenki szövegét, mert ezen elég bent van. És véletlenül, mert nagyon sokszor hallottam, hogy az összes nő szerepét megtanultam, és egy idő után a súgó lecsapta példát, és azt mondta, hogy én hazamegyek, mert ennek semmi értelme, mert hogy én bentről, ha valaki bajba került, akkor így azt tetszett kérdezni, hogy nem azt tetszik mondani esetet, és akkor kikapítottam, és így ment tovább a dolog. És pont Hűvös Völgyi Ildikó, aki egyébként osztályfőnököm volt nekem, két év, az Ildikó hívott, valamint beszéltünk az én tanárnál, és mondtam neki ezt az acélmagnóliákat, és az nekünk egy belejátszottam benne. És egy olyan, nekünk az egy olyan csodálatos dolog, hogy a tanítványával, a tanárnőmmel, akit én a mai napig magázok, és akkor hogy most is mondja nekem, hogy megszuk a pert, mondom, talán nők szívén nem tudom, tessék már hagyni. Tehát én nem fogom tudni azt mondani a tanárnőnek, szia, Ildi, amikor én nekem ő a tanárnő. Tehát a Kossuth Díjat, amikor megkapta, felhívtam, és bőven elmondtam, hogy tanárnő, olyan büszke vagyok a tanárnő, mondta, hogy kérlek, mondd már, Ildikó. Mondom, hát akkor úgy teszem el, hogy szia, tanárnő. Nem bírom tegezni, sose bírtam. Azt Anka Pista bácsicsit tudtam tegezni, gyere Pista, vagy hogy, nem tudtam. És mindig mondta, hogy Rozi, hát mi kell még, Rozát játszottam a dollárpapával, azért írjuk Rozinának. Rozi, hát mikor jön el az idő, amikor tegezni? Most mondom, olyan nincs, nem lesz képtelenség, nem fog menni. Nem tudom megtenni. Nem jön a szám. Úgy az Acia Magnóliák nekem egy újabb ilyen ajándék, amiben beleburkolózhatok, és ilyen átélhetem újra ezt a csodát, mert ez egy fantasztikus darab férfiaknak, nőknek. A pasik azok biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen fogják nézni, mert jól lesz bele lekukantani egy hotelzőlelebe. Amikor a csajok csak a pasikról beszélgetnek meg az életről, jól lesz oda egy kicsit bele lekukantani. A csajok meg biztos vagyok benne, hogy magukra ismernek egy-egy karakterben, ezt tudik. Úgyhogy ez mindig olyan lesz nekem, hogy egy ilyen nagyon erős lelki meccs is lesz egyben. Úgyhogy majd várom.
Igen, és a Dicső Dani fogja rendezni, aki a Pótékat rendezte. Igen. Tudom, lassan majd olvasó, online olvasó próbát fogunk csinálni, vagy nem tudom. Igen, hát az jó, Zoom-ba lehet. Zoom-ba lehet, igen. De hogy bocsánat, csak én meg közben tiszta gyanta vagyok, mert én meg közben kim voltam délután, tiszta ízé lettem, nem mindegy. Beszéljünk már arról, mert azért mindenkit megkérdezek, hogy viseli a karantént. Biztos, hogy ez is unalmas, mert mindenki ezt kérdezi, de én például mostanában már nem viselem. Hullámhegyek, völgyek vannak, egyik pillanatban azt mondom, tehát mint a mániás depresszió. Egy pillanatban azt mondom, hogy na, akkor most csinálok még egy magas ágyás, mert most ez a mániám, vagy csinálok egy kerti tavat, vagy kitakarítom, nem tudom micsodát. Másik pillanatban azt mondom, hogy takarítsa akinek. Csak utána megint, hogy ki kéne menni, csak meg eljöti, rendet kéne rakni itt az asztalon, az íróasztalon, de majd holnap. Nem mindegy, hogy mik, tehát hogy te ezt hogy? Pontosan így, ahogy mondod, ezekkel a mondatokkal élek. Például meg rendbe raktam a gardróbot, mert a gyönyörűt akartam, és már azt húztam egy hónapig, rendbe raktam, és tegnap éjszaka vasalni kezdtem, mert ahhoz volt kedvem, ugyanis ráérek. Én egy kicsit azt hiszem, hogy olyan lettem, mint azok a gyerekek, akik a kisgyerekként gondolkodom ilyenkor, hogy azok a gyerekek, akik kicsit nyűgös lettem. Tehát én nyűglődök. Sokszor van olyan nap, hogy nyűglődök, hogy vergődök, hogy semmi nem jó. Hogy tegnap elkezdtem takarítani, és akkor ilyen 3 órán keresztül, hogy arra raktam tárgyakat, és semmi nem történt az ég, minek? És akkor felalom, akkor behisztizek. Abszolút, az elején volt egy nagy hisztém, amikor nagyon kétségbe estem, hogy úristen, mi lesz velem? Végig elvették a legnagyobb szerelmemet, a színházat, és mi lesz velem? Aztán annak vége lett, és ugye belefeledkeztem ebbe a maszkvarrásba. De ezt még csinálod? Persze. Én ülök a varrógép mellett most is. És ez mit jelent, hogy napi hány maszkot válsz meg? Hát egy mostanában olyan 30-40-50, attól függ, mire van igény a megrendelőktől, mert ugye én ezt ingyen csinálom, teljesen ingyen, de azért figyelem, hogy hova kell. És akkor idősek otthonának, orvosi rendelőnek, most például bolt, egy teljes személyzet az 50-en vannak, ilyenek. De az önnek, hogy ezek moshatók, és hogy 3 rétegűek, és biztonságosak, és ezért kellendőre. És hogy szeretik. Mindegy, szóval, hogy azt is csinálunk. Bocsáss meg, de hogy... Hogy jön egy megrendelő, vagy jön egy, vagy nem, egy telefon, vagy fagy? Vannak fenn oldalak, majd például benne vagyok csomó ilyen maszkvarrós csoportba, mert nagyon sokan csinálják. Van ilyen? Persze, és akkor van ilyen maszkvarró angyalok például, és akkor ők nagyon jó egyébként, fantasztikus nagymamák, anyukák, kicsi varrógéppel, nagy varrógéppel, varrod a fele levált, megcsinálja ingyen bérmentve. Van, aki pénzért, van, aki ilyen, de ott lehet találni olyan, tudod, hogy valaki kirakja, hogy nem tudom, milyen vidéki idősek otthona, szükségük lenne 50 darab maszkra, ki tudja vállalni. És akkor én vállalom például azt az 50-et, akkor ezt ilyen puki fóliában ebbe a nagy borítékba. Szépen én kivasalom, kifertőtlenítem, bezacskózom, elküldöm, annyit kérek mindig, hogy csak annyit küldjenek vissza, hogy megkapták-e, hogy megvan-e. Most például a kis kunhalasi idősek otthonának küldjük. Tudják, hogy tőled kapták? Van, ami igen, olyan is van, aki célzottan engem keres meg, és azt mondja, hogy szeretne kérni 100-at. Most például a valamelyik kórház belgyógyászati osztály orvosainak és nővéreinek fogok készíteni, és ők például azt kérik, hogy varrás közben csinálják magamra egy képet, hogy a falirűségre ki tudják majd tenni, hogy én voltam. Tehát, hogy van ilyen is. De rengetegen készítenek még, szóval azzal is elfoglalom magam, hogyha kétségbe esek, akkor rengeteg olyan dolgot, de kicsit azt hiszem én is így a háromnegyedére, úgy, én már úgy veszem, hogy ez a háromnegyede a karanténnak, csak szólok. Tehát, hogy én már a vége fele vagyok, azt én így programozom ezt a dolgot, hogy ez már a vége fele van, és ezt a háromnegyedét, most ezt az utolsó háromnegyedét, azt érzem, hogy ez már nyűgösen viselele, hogy néha nyűglődöm, nem esik jól. Hát, igen, hát saját véleményemet mondom. Én is. Szoktam változtatni a véleményem, mert saját én véleményem, én veszem vissza. De mostanában itt beszélgetünk itt van az Enikővel, és nekem is az a gondolatom, hogy szerintem ez már elfáradt ez a sztori.
Igen, Én egy tudom, hogy kicsit nem én is sztori ez, én elvállaltam. tudom, hogy ennél sokkal kegyetlenebb nyilván, sőt, de hogy ez valószínűleg nem így fog tovább menni, abban szinte biztos vagyok. Na jó, oké, és itt vagy? Itt vagyok, jó, igen. Van. Azt mondja a Vida Peti, hogy ő azt csinálja, hogy nagyon, nagyon, nagyon rendszerezi az életét, és nagyon, nagyon, tehát az, hogy szinte persze pontosan, mert a rendszer nélkül ebben a mostani helyzetben nem nagyon lehet létezni. Én mondjuk én innen jelentem, hogy de igen, lehet, tehát vagyok, én is. De egyébként csak azt akartam kérdezni, hogy te rendszerezed egyébként, tehát hogy mit tudom, 2-3-ig varrok, és akkor utána nem, elviszem a lábamat. Nem. Én pontosan azért nem, mert akkor elkezdek szorongani, hogy valamit csinálni kell. Tehát én mindenáron nem akarok. Én teret szoktam mondani, én azt tanultam az apukámtól, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ha én például sírni akarok, akkor miért nem bőkednék egy órát? Ki tiltja meg? Ki rám szól valamit? Vagy ügyek már akarok. Ha nevetni akarok önfelületten, akkor nevetek. Hogyha társasozni akarok a fiúval hajnali, és nem akarok lefeküdni csak hajnal kettőkor, megtehetem. Hát, hogyha ő is akar társasozni. Hát, hogyha nem akar, akkor is akar, mert nem úgy van. Nem, azért nincs terror. De hogy tényleg, tehát hogy mindennek megtalálom az ideig, nem kell nekem ez beosztás, hogy ennek 4 kutya, 2 cica biztosítja azt a rendszert, a kibeengedés, meg a nem tudom, kertbe lelő tartózkodás, meg ilyeneket, az oké. De nekem, ha nincs kedvem, akkor én nem főzök. Én megtehetem ugyanis most azt. Nekem nincs 2 gyerekem, aki most itt áll, hogy hol a vacsora, és ne beszélgessek veled, és velük föl kell kelni és szórakoztatni őket. Én ezért mondom, hogy szoktam kisakni erre a videót, hogy nekem minden tiszteletem azon a szülőknek, akik most kicsi gyerekkel otthon vannak a 4 fal között, és ezt megoldani, hogy beszélgetni velük, hogy megértetni velük ezt az egyébként stresszes helyzetet, ami kialakult, esetleges anyagi gondok bármi. Tehát én, amikor szoktak mondani, könnyen beszélsz, te, én nem beszélek könnyen, én összeszorult torokkal beszélek az ilyen dolgokról, amikor csak kicsit is belegondolok. És amikor picit elkedvetlenedik ebben a nagy karanténban, akkor kimegyek a teraszomra, ahonnan a hegyeket látom, és veszek egy nagy levegőt, és gondolatban jó felpofozom magam, hogy szedd össze magad, hülye vagy, hát mindent találj meg, mi a bajod neked mi a bajod. És most nem akarom lekicsinyíteni, mindenkinek a saját baja a legnagyobb, én ezt tanultam meg, mert nekem fáj a kis ujjam, akkor nem mondja nekem senki azt, hogy nekem meg a lábam. Hát ez engem nem érdekel attól, nekem fáj a kis ujjam. Ez nem kicsinyíti le, de bizony ez a fajta felismerés az én ebben a helyzetben az mindig helyebb lett. Hogyha egy kicsit úgy magam alatt lennek, akkor azt mondom, hogy te jó Istenem, hogy az én keresztlányom egy gyerek a hasába egy rongál körülött, és azt megoldani, nem menj játszótérre vele, alig mentek utcára. Szóval nem könnyű. Igen. Mindenki azt mondja, hogy nagyon meg fog változni a világ, amikor ennek vége lesz. Én ebben nem vagyok biztos. Szerinted miben alakulunk át? Vagy látsz-e most valami olyasmi jelet, hogy átalakulnak itt a kapcsolatok? Vagy szerinted is marad így? Vagy te szóval igen. Hát a kérdés az, hogy lesz. Aki okosan bánt ezzel a karanténnel, és okos dolgokra használta, ezt a kényszeret, hogy nekünk itthon kell maradni, vagy saját magunkkal kell maradni, azok az emberek biztos, hogy változni fognak. Én magam, csak magamról tudok nyilatkozni, én is változom ez alatt az időszak alatt. Én bevallom magamnak, hogy én hajlamos voltam elhanyagolni a környezetemet, a baráti kapcsolataimat, a családon való kapcsolattartást, ezeket a foglalkozást, arra való hivatkozásra, hogy nekem rengeteg a dolgom. Mondtam én ezt, rengeteg a dolgom, nem érek rá nagyon sok a dolgom. Ez a dolog, ez úgy fordult meg a karanténban, hogy megtudnék, egy odaadnám a félkaromba velük lehetnék most. És ezt én felismertem, és én olyan megfogadtam magamnak, és ez a legjobb, senki másnak saját magamnak, hogy akkor majd visszaállít a dolgoknak a rendje, és nekem megint nagyon sok dolgom lesz. Annyi nagyon sok dolgom soha többet nem lesz, hogy abban ne féljön bele egy baráti találkozó, egy kávé, egy ölelés, egy családdal való beszélgetés, és nem csak akkor, amikor karácsony van meg húsvét. Ezt tanultam magamról.
Igen, ezek nagyon jó. És ha csak rajtam kívül még pár millióan így gondolják a világba, akkor mennyit ügyünk van. Illetve spórolok, mint az őrült, hogy egyszer járunk egy héten vásárolni, és nagyon spórolok, elrakok mindent, az ekkora kis hagymadarabot is, hogy az akkor holnap jól lesz a reggelibe. Tehát mindent spórolok. Tényleg? Igen, mert imádom, most élvezem, hogy spórolhatok, hogy kitalálhatom. Ezt a részét most szeretem. A háztartásomat is másképp vezetem most, és meg is szeretném tartani. Aha. Kevesebb maradékot kapnak a kutyák, fogadjunk. Ők nem kapnak egyáltalán maradékot, ők konzerves és szárasztápos jószágok. Nem azt mondom, hogy az asztalról nem csúrán cseppen néha egy falat olyasmi, de hát semmi baj, mert ahogy vége a beszélgetésnek, megverem őket is ennyi. Minden este megverem minden. Ahogy szoktad, mert négy kutyátok van és két macskátok, ebben valakihez nagyon hasonlítotok, mert hogy nekünk is négy kutyátok van, két macskánk van, de azt mondtad nekem ma, hogy kell még egy macska. Hát Gábor kicsit ellene van, sőt mondhatni nagyon ellene van, hogy még egy kölyök macskát felneveljük, aki szétkapja a házat, mert nálam már az egyik 9, a másik 8 éves, ők már nem rosszalkodnak, most hoznak egy gyíkot, ma is beugrott Berci egy fél gyíkkal a szájába, borzasztóval, meg egy sikló, meg denevérek, meg mindenféle izéket bemordanak, de Gábor azt mondta, hogy most képzelje már azt a kölyök macskát, aki szétszed minden. Igen, de szerintem még az, hogy három cica legyen, az még pont lefél. Igen. Féltem én is, hogy erre rá fogod az én páromat is beszélni, és hát jó úton halad. Most van idő vele foglalkozni. Igen. Annyi árva cica van. Jó, Enci felhívom, hogy hívja fel Gábort, én meg neked mondom, hogy annyi kedves cica. Jó, Valandi, köszönöm szépen. Úgy terveztem, hogy következő kedden, amikor legközelebb lesz ez a parant, mi akkor a Janikkal fogok beszélni. Inkább még egyszer beszélgetünk majd veled, jó? Jó, igen. Jól beszélgettünk. Rendben van, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát ugye Janikkal beszélek, vagy mindkettőt. Na jó van, jó. Köszönöm szépen. Integessünk egy nagyot egymásnak. Szia! Szia! Sziasztok nektek, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Legközelebb ezzel a műsorra jövő héten kedden este 7 órakor fog találkozni. Ne felejtsétek el, hogy holnap karanténkukták, aztán délután 1 órakor mese színház, este 7 óra 7 perckor szép estét, Mr. Green, egészen vasárnapi félig. Aztán vasárnap mi is van, vasárnap a Janik Laci majd különböző bábokat fog készíteni, és hát folyamatosan jövő mindenféle tartalmat, és igyekszünk minél hamarabb, minél konkrétabb híreket mondani nektek a nyárral kapcsolatban. Még egyszer megmutatom nektek Balázs Andit, aki még mindig itt van. Itt vagyok, és hallgatózok, miket mondasz. Na jó, én meg elköszönök, és kikapcsolok. Sziasztok, mindenki nagyon vigyázzon magára. Sziasztok!